Szennyvízzel teli kráter a Karcag László úton. A fénykép még hétvégén került fel a közösségi oldalra. Mára már kiszippantották a folyékony anyagot a gödörből, a munkagép is dolgozik. A víz- és csatornaművek munkatársait duguláshoz egy lakó hívta ki még szombaton az esti órákban. A hibát elhárították, de a kollégák észrevették, hogy picit megsüllyedt az aszfalt. Azonnal körbe kerítették a területet, mely vasárnap reggelre be is szakadt. Ezt követően a környéket klórmésszel fertőtlenítették. Az elsődleges vizsgálatok szerint a 300 mm-es beton szennyvíz gerincvezeték rongálódott meg és okozott dugulást. A cső annyira mélyen van, hogy még délután sem volt látható. Az is előfordulhat, hogy azért nem látszik, mert annyira eltört. Maga a szennyvíz és a vízhálózat is azért egy igen öreg, előregedett hálózati rendszer, de azt a szennyvíznél még további információ az, hogy ugye a lassú elfolyás következtében igen komoly agresszív gázok, gőzök keletkezhetnek, és ezek komoly betonkorróziót okozhatnak, és itt jelen esetben is egy betonkorrózió kapcsán a vezeték tulajdonképpen elkopott, elfogyott, és ezt követőleg nem volt meg a statikai tartása. Az elvékonyodott betoncső felső része már nem bírhatta a ránehezedő föld súlyát, így beszakadhatott, a föld pedig dugóként zárta el a gerincvezetéket. A dugulást is ez okozhatta. Miután majd sikerül meghatározni a hiba pontos helyét és méretét, a hibát is ki tudják javítani. Nyilván óvatosan kell bontanunk, mert a tízemeletes lépcsőháznak az ivóvíz bekötő vezetékének az aknája és a vezetéke is nagyon közel helyezkedik itt a gerincvezetékhez. Ha nem akarjuk azt, hogy egy ivóvizes csőtörés is megjelenjen, akkor óvatosnak kell lennünk. Előre láthatólag péntekre tervezzük azt, hogy a munkafolyamat teljesen befejeződik. A szolgáltatás folyamatos, mondta a műszaki igazgató, hiszen a csőtörés melletti gyűjtőaknából ki tudják szippantani az anyagot, amit kikerülve a törést, a közeli aknaszemen át visszaengedve el tudnak juttatni a végállomásra.